Farsangi játszóház várta azokat, akik péntek délután ellátogattak a Grassalkovics művelődési házba. A kézműves foglalkozáson egyebek mellett varázspálcákat és állarcokat is készíthettek a gyerekek, amelyeket színesre festhettek, majd egyedi módon dekorálhattak is. Báti Dobos Szilvia, a Grassalkovics művelődési ház művelődés szervezője elmondta, hogy rendszeresen szerveznek interaktív eseményeket az intézményben, melyeket mindig nagy örömmel fogadnak a családok. Alig ér véget egy foglalkozás, azzal mennek el általában, hogy mikor lesz a következő, hogy szinte mindegy is a tematikája, mi szeretjük így ünnepkörökhöz kötni. Következő majd a február 2-án lesz a mackó nap, és hogy akkor várjuk, hogy mi lesz az időjóslás eredmény, hogy a maci kijön a barlangból, és mindig szeretünk neki valami tematikát adni, de azt látjuk, hogy voltak éppen mindegy, hogy mi a téma, milyen alkalomból van a művelődési házban ilyen, nagyon szeretik. Az eseményen látványos alkotások születtek. Volt, aki csillámló habszivacsot ragasztott az elkészített állarcra, de akadt olyan is, aki tollakkal ékesítette azt. Az intézmény következő gyermekközpontú programja február 2-án lesz. A mackó délutánon a hagyományokhoz kapcsolódva mézkóstolóval egybekötött kézműves foglalkozásra várják a gyermekeket.